Ravaszkodás, amerikai párbaj, öngyilkosságnak álcázott gyilkosságok és még sok izgalmas és különleges bűneset típus. Nyíregyháza kriminológiáját és kriminalisztikáját tanulmányozta a Józsa András Múzeum két történésze, akik nem csak az ügyeket, hanem a nyomozás részleteit is igyekeztek megvilágítani. Még 2021-ben a Józsa András Múzeum múzeumok éjszakáján készítettünk egy kiállítást, amely szintén ezt a témát dolgozta fel, és a kiállítás, mivel annyira népszerű volt, hogy abban gondolkodtunk a kolléganőmmel, Kertésztünde Fruzsinával, hogy ebből egy nagyobb dolgot is össze lehetne hozni, és szeretnénk jobban utána járni Nyíregyháza bűnügyi történetének. És akkoriban 2022-ben hirdette meg a Nemzeti Kulturális Alap a Magyar Géniusz Program keretében a kutatópályázatát, és ezt megpályáztuk és elnyertük. 2022 elejétől kezdtük a kutatást, tehát ez levéltári, könyvtári és minden szinten kutattunk a téma iránt. 1753-tól 1939-ig szerették volna teljesen átnézni a dokumentumokat, de a kutatást nehezítette, hogy a bírósági és ügyészségi iratokat az évek folyamán selejtezték. Ennek ellenére nagyon sok érdekes üggyel találkoztak. A munkát két témára bontották. Mohácsi Endre az 1753-tól 1881-ig tartó magyar királyi csendőrség, majd rendőrség megalakulásának időszakát dolgozta fel, majd 1939-ig kolléganője Kertésztünde Fruzsina ásta bele magát az izgalmas bűnesetek nyomozásába. Számos különleges esettel találkoztunk a kutatás során. Nehéz is mindet így lajstromba venni, mert különböző okok miatt követték el. Az egyik volt, amit kiemeltem, és ami számomra is egyedi volt, mondjuk az, ami a 30-as években a Sárház utcán találtak egy kútban egy női holttestet, és ismeretlen volt, tehát senki nem ismerte meg, a környéken sem. És az orvosi vizsgálatok után ugye készültek, illetve azt megelőzően készültek helyszínelési fotók, mert hogy akkor is készültek már, sajnos ezek a fotók selejtezésre kerültek, nincsenek meg, de tudjuk, hogy készültek. És a fotót a holttestről kitették a Nyírvidék szerkesztőségének az ablakába, amiatt, hogy megosszák a nyíregyháziakkal, hogy hát, ha valaki felismeri. Úgy tudom, hogy nem vezetett eredményre ez a fajta keresés, de ez is arra világít rá, hogy nem csak informatívak voltak ezek az újságcikkek, hiszen ugye rengeteg mindent kiderült belőle, hogy hogyan zajlott egy nyomozás, hanem az is, hogy akkoriban, 80-90 évvel ezelőtt, hogyan zajlott és hogyan jártak el az egyes esetekben, mondjuk manapság már nem tudjuk ezt elképzelni, hogy ilyen nyilvános helyre kitesznek egy ismeretlen holttestről készült fényképet. A kutatás produktumaként a levéltári kutatások mellett a múzeum egy tudományos konferenciát is rendezett, melyhez kapcsolódóan ismeretterjesztő füzetet jelentettek meg. A jövőben a témát feldolgozó olvasmányos kötetet is kiadnak 1000 példányban.